Egy újabb főküldetés következik. Előtte nézzük meg, hogy esetleg tudunk-e jobb Kodama Sense, meg Treasure Sense-es cuccot betenni. Ó, itt láttam valamit, ez egy Kodama Sense. Nagyszerű. Itt volt valahol. Így van. És akkor egy Treasure Sense kellene. Treasure. És itt is van, nagyszerű. Oké. Mehetünk a dolgunkra. Ez meglehetősen egyébként egy nagy pálya és egész összetett. Úgy él az emlékeimben, hogy ez nem egy két perces pálya. Nincs jó véletlenül sem. Kemények itt már a jókájuk. Ja, és igen, szerintem itt lehet robbantani. Nem pont itt. Azt hittem, hogy itt is lehet, de itt nem. De lehet robbantani falakat egy-két helyen. Ó, egy 109-es. Jó lenne megidézni, és 240-es moszta. Nem, gyanúsan könnyen elbánok vele. Biztos, hogy itt minden rendben van ezzel a fiúval? Érdekes. Kicsit furcsa volt, hogy... Hát a kabútója az, úgy látom, hogy ez ugyanaz. Aztán... Egy alig jobb kote. Meg egy alig... Hát jó. Hát ez nem volt egy túl nagy előrelépés, de... 140-estől úgy többet vártam volna. Hallom. Hát igen, a kard jó fegyver. Ez vitán felül áll. Maga a játék egyébként finoman mindig abba az irányba viszi, én úgy érzem a játékosokat, hogy kardot használjanak. Egy kicsit ezt eléggé így érzem. Huh?
itt egy csomó felé el lehet menni. És még nem akarok ennyire lemenni, azt hiszem. Még egy kicsit korai. Ja, itt vannak ilyen újfajta dögök. Minden miatt lenni is van. Egyelőre fent kellene felderíteni a dolgokat, vagy felderíteni. Aztán majd jöhet a lenti régió. Nézhetjük. Sokan én nem fűzök hozzá egyébként. Warrior of the East. Egyébként, ha lassan el tudnánk menni esetleg abba az irányba, de még nincs meg a teljes szett. Még két rész hiányzik. Hoppá! Ezt nem így akartam. Valahol itt leszakad a padló, úgy tudom. Talán pont itt lehet. Nagyon úgy tűnik. Aha. Na semmi pánik. Úgyis erre is jönnöm kell.
Dangból hegyek. やはりあの男は信用してはなりませんでした。 És még majd oda is el kell jutnunk. Azt hiszem oda is úgy leesni lehet. Hát csomó felé el lehet menni. Jó, innen jöttünk. Oké. Ez tiszta sor. És akkor el kéne felmenni. Hatos, de nem tűnik rossznak. Így. Ah, talán a fegyvere. Ez jó lehet. Csak nem azt dobtam. Ezt nem tudjuk kinyitni, majd ide is tudunk jönni, de nem most. Az is biztos. Na, csak felrobbantotta magát. こんなところに。
Ó, tudtam, hogy ez lesz, de csak beleszaladtam. Hogy én szeretvedett cuccokban van nagyon. Nem tetszik. Jó. Százhármas, százötös. Talán ő. Mindjárt dobja a bombát, vagy lő, lő. Van, nekünk is van. Rengeteg helyre itt el lehet menni, apró kis pici zúgok, mindenféle kis leágazások. Nagyon meg, amire megtalálom mindent. Érte. Fú, nagyon. Hát mondjuk nem. Toughness plusz 2. Itt is plusz 2. Unlimited ammo, damage reduction. Jó, legyen. De nem vagyok elájulva. Jó lenne majd kihasználni. De viszont a bombát kéne dobni. Van egy titkos rész. Hoppá, 158-as. Wow. Az igen.
És Skeleton Warrior lőtte le szekény. Hú, ez keményebb fiú. Abszolút érezni. Húzós a srác. Nem is tudom nagyon a kiír lenni. Ügyes. Látszik, hogy fejlettebb jóval, mint mi. Nagyobb szinten van. Ezért nagyon megérte tényleg a nagy semmiért. Ah. Jajaj! Hú, ez mindig erős! Basszus! De hogy ennyire? Azt a... Nagyon-nagyon-nagyon durva. Rohadt nagyokat üt. Fú, ez már komoly, de lassan tényleg páncélt kell váltanom, mert... Kettőt üt és halott vagyok. Szó szerint. Ellenük egyébként a slot rohadt jól működik. Tehát pontosan annyi időre lassítja le őket, hogy szerencsét van velük. Ezt mondjuk hasznos, csak nem most egyelőre. Ez. Hát azért megérte eljönni ide, és kojtatni ennyit, nem baj. Nem baj, nem baj, nem baj. Ütünk. Kettő szintre való, be is ugrott. Hát... Nem is tudom. Szerintem előbb legyen meg a Magic. Ugye 20-ra törekszünk. 20-20-ra Dexterity és Magicre. Na hát, nem lesz könnyű. Ami most jön. Tényleg fegyót akartam cserélni. Szerintem van már jobb. Van hát.
Itt is lehet robbantani. Valat robbantani. Tudja, hogy lehet akkor a másik oldalról. Igen. Akkor ott. Na hát itt megint gyorsnak kéne lenni. Egy kicsit sok kopat van. Hoppá! Ez bejött. Hát ezek a koponyák néha nagyon jó szolgáltat tesznek. Gyakorlatilag itt leírtották nekem a félbondát. Nem először járok erre, de ott is le lehet esni, azt mondanátom. Szóval nem először járok erre, de így még nem jártam, hogy leírtották a sajátjaikat. Tök jó. Tök kéne ilyen. An excess of amrita causes the subject to swell to unsustainable levels. Ez tuti zárva lesz. Igen, és akkor itt van a kirobbantható, nincs nagy jelentősége egyébként. De ki lehet robbantani. Jó, szuper. Kettőt is dobtam. Egy is elég lett volna. Hát az az igazság, hogy pedig valamikor majd célszerű lesz ide leesnünk, mert itt is lehet mit felszedni. Hát ez nem volt nehéz. Picit sem. Pedig amúgy veszélyes ellenfele. Ajaj, mindjárt berobban lehet. Igen, sejtettem. Nem baj. Jaj ne, ez a világból ki tud futni. Aj. Na hát most a slot megint nem lenne rossz. Belassítani ezt a barmot. Olyan elkergetni a másik irányba. Jó, én is jó. Kaptunk egy spírt. Ki van zárva, hogy jobb, mint amink van. De hát van. Hát... mégis fölfejlődve. Vagy fölfejlesztve. Lightning alapú. Itt most hajtunk az meg, water alapú. Key recovery at will. Strong at the key damage. Hát lightning miatt nem olyan rossz, de... most annyira még nem vagyok meggyőzve.
gyanús. És az a baj, ide ha ne esek, azért ez egy tárgyér, akkor jöhetek, mehetek át újra megint azon a zátkozott részen, amerre jártam. Oh. Jaj, másik felé kéne. De túl könnyen ment. Tombó kiri esetleg? Jobb. Nem jobb. Warrior of the East Sethez tartozott. Amúgy. Itt mit felszedni. Oda majd lemegyünk, mert jó lenne itt egy kicsit kitakarítani, bár ahogy látom, úgy is kell még majd erre jönnöm. Ez egy ilyen nagyon lassú felderítős pálya. Igazi dungeon. Több szintes ráadásul. Ennyit megért. Abszolút free frag volt. Ide viszont kell a kulcs, azt már nem sokára meg tudjuk szerezni. Csak egy kicsit előbbre leszünk. Lesz egy one-eyed oni. Egy nagy darab, de úgy, hogy közben azt hiszem onnan távolról meg még lőnek is. Még nem vett észre? Nem. Akkor használjuk ki az előnyünket. Thank you.
Hát spear elők. Nem ellenfelek. Igazából. Jó, jó a spear, abszolút jó. Én továbbra is ugye odacsi párti vagyok, de ahogy már mondtam, abszolút, abszolút aláírom ezeket a spíreket, hogy ők kedvelem őket. Hát dobjunk egy bombát így a poén kedvéért. Miért ne? Jó, na most megvan a keychain, most az összes bezárt. Bezárt, milyen nevét ki tudjuk nyitni, cella ajtót. Kicsit ez a Dark Souls-os azért, ha belegondolunk. Voltak hasonló húzások. Bár a Lords of the Fallen-be is eljátszották ugyanezt. Nem tudom, hogy emlékeztek rá. Meg a Demon Souls-ba is. Hú, egy kicsit tényleg így belegondolok, egy kicsit ez egy kínos is. Ezt így ennyiszer eltolni. Enemy is out of key. Veteran armor. Biztos nem rossz. Abszolút nem mondanám rossznak. Life Outer. Key versus Lightning. Ah, elmegy. Annyira rossz mellényúlás itt nincs már a páncélok tekintetében, tehát nem lehet azt mondani, hogy drámai ilyen jobb az egyik vagy a másik. Alapvetően itt már csak egész jó választások vannak. Ja, tudom, van egy csomó zárt cella ajtó, de rakom össze egyelőre. Nem, erre nem akarok menni. Na, az pont a végcél felé vezet. Akkor mégiscsak cella ajtózunk még egy ideig. És ráadásul van még egy szint, ahol vannak cella ajtók, úgyhogy sose végzünk ezzel a pályával.